Még ugye akkor mentem, mikor fociztam, és az az érdekes, hogy pénteken elutaztunk Békéscsavára az Újpesttel, és vasárnap volt a meccsünk, és akkor már elvitte a kórházba, jött ért a mentő, amikor én mentem a pályára. És akkor mondta, hogy mert föntről nézi, hogy rúgom a gólt. És akkor én nagyon lecsesztem, hogy mondom, ne beszélj, jövök haza, és majd megbeszéljük a meccset, és mi mindig megbeszéltük a meccseket. És vasárnap hajnalban elhunyt, és én vasárnap gólt rúgtam, és 1-0-ra nyertünk az én gólommal. Ez komoly. Az az. Tudsz még sírni, hogyha rá gondolsz? Tudok, mint látod. Tudok. Na, szóval. Most úgy érzem, hogy a mai napig veled van édesapád. Tehát te nem engedted őt el. Te... Ja, de ez baj? Nem. Ugye? Van, akik azt mondják, baj. Én szerintem se baj. Én ezt nem értek. Én ezt nem tudom, de hogyha a te lelkednek így könnyebb és így kerek az életed, hogyha édesapáddal tudsz beszélgetni, és nyilván neked van valamiféle tapasztalatod és visszacsatolásod ezzel kapcsolatban, hogy igenis, hogyha imádkozol, vagy hogyha édesapádhoz beszélsz, akkor annak lesz foganatja, akkor igenis van neki, én azt érzem. Ő segít, és tényleg kvázi az őrangyalodként van jelen az életedben. Én ezt gondolom.